bármilyen jelentőséggel bír ez a találkozó. Hiszen nem csak előzhet a Zalaegerszeg, akárki is nyer, megindul a Debrecen után, és hát elnézve a Loki formáját, még az sem kizárt, hogy bárki esetleg az ezüstéremért harcba szállhat. Harmadik perc. Távoli bomba, megpattan a labda! Kamber csúsztatott bele, ez akár be is akadhatott volna. Jó elgondolás. Illés. Bogunovic. Jim. Kirivaitis. Fehér Zoltán. Jim. Szabó Otto húzódik ki a bal oldalra. Jó lefordulás. Nikorek a bal oldalon, kint várja az átadást. Nikorek egyelőre lövőhelyzet. Nikorek! Még mindig ott a lehetőség. És ott a gól! Koltai góljával vezet a Győr. Az ötödik percben az első vendég lehetőség volt hoz. Kintér Attiláig ünnepelnek. Említette Csonk János, hogy kicsit tart a Győr kontráitól, joggal tartott. Koltai nagyon higgadt volt, ellentétben Nikorekkel a cselek gyönyörűek, de nézzék majd meg, hogy itt, most figyeljenek, ha még egyet húz, akkor teljesen üresen vezetheti kapura. Az volt a szerencséje a Győrnek, hogy Koltai elé pattant, ő pedig berúgta. Hát hideg zuhany az Zalaegerszegnek. Még el is csúszik Koltai, de ez is belefér. Ráadásul ott az újabb lehetőség. Koltai nem tudja visszakanalazni, és nincs büntető. Ha Alex Zidzének visszajátsza, akkor a 100%-os Zidzer. Pilibaitis lőtt. Koltai... Ez nem 11-es érzésem szerint. Ott van egy kis kézi munka, de akkora nincs, hogy ezért büntetőt kelljen ítélni. Gyönyörűen hozta el egyébként Koltai. Józsi. Alexidze, óriási játék. Koltai, haj, de szép volt! Nikorek mellé rúgja, de parádés akciót vezetett a Győr. Észhez kell térnie a Zalaegerszegnek, mert itt nagy bajban van az Ete néha. Szenzációs játék. Koltai nagyon önzetlenül Nikorekhez. Illés. Az most szép játék. Illés viheti. Rudnyevszhez nem jut el. Eugene elég rossz helyre fejelte. És hatalmas bravúrja, Illés óriási lövést eresztett meg az első fél óra végén. Gyönyörű gólokat rúgott már tavasszal Illés, ez is az lett volna, ha nincs ott Stevanović, egy nagyszerű kép. Józsi György szabadrúgása következhet a 37. percben, szópárbaj a közönség között. Az Zalaegerszegiek kiabálják, hogy hajrá, Győriek meg válaszolnak. Eto. Józsi átkeresztbe. Jucsin. És már lesz. Vlaszák egyébként nagyot védett. Hát megdolgoztatják a játékosok Ring Györgyöt és Farkas Balást is. Ez egyébként szerintem nem volt lesz. Illés. Rudnyevsz. Bizonyám! Ez is felgyorsult a füvön, Stevanović azért megfogja. Gyönyörű mozdulattal lőtt kapura Rudnyevsz. Szép volt ám Illés passza is. King. Várandó volt, hogy befelé cselez. Nikorek.
Nikorek lövése, és Laszák! Nem tudta megfogni, vagy nem merte megfogni, ezt én nyilván nem tudom eldönteni, ő tudja csak saját magában. Egyébként nagyon vizes a labda, tehát megértem, hogy fölé paskolta, nehogy aztán kicsusszon a kezei közül. Szép lövés Nikorektől. Fehér. Fehér, mintha kézre pattant volna a labda. Itt most érzésem szerint Illés elvitte volna. Azért mondom, hogy a tűzzel játszik az Eto'o, amikor itt hátul passzolgat. Tokodi pedig Koltai háta mögé adja. Nézzük majd meg még egyszer. Úgy bizony. Fehér kezéről pattan tovább. Ott van, és utána még el is löki Illés, tehát ez kétszeresen szabálytalanság megítélésem szerint. Talán Bede első hibája a mérkőzésen. Rajkomár, Rudnyevszel indul keresztbe, Rajkomár dédelgeti a Lasztét. Illés, Máté. Fehér, nagyon rossz helyre fejelte, Horváth érkezik, Illés lőhet, gól! Egyenlít a szabálygerceg, Illés újabb csodagóljával. Fehér hatalmas hibát követett el, pedig eddig jól játszott. Középre fejelte ki, utána jött egy lövési kísérlet, ami lepattant, és lehet boxolni a csukát. Folytatja remek sorozatát Illés. Csonk János együttese egyenlít, itt van ez a nagyon rossz fejes. Hogy lehet középre? Itt a lepattan, és utána a 16-os vonaláról Illés többször bizonyította, hogy kitűnő bal lába van. Itt az újabb bizonyíték. 1-1. Nagyon eltalálta. Rajkomár. Most jöhet a kiugratás, óriási labda, Rudnyev, Szevanovics! Rajkomár, és megint belevetődik Gyorgyevics. Parádés labdát kapott Rudnyev, de nem tudta berúgni. Stevanovics nagyon jól zárta a sarkot. Óriási ez az indítás. Lendületből lőhette, nem is kellett lelassítani a Rudnyevsznek. Kocsárdi. Horváth külsővel Stevanovics. Szép csavarás volt. A labda megint az Zalaegerszegnél. Stevanovics megsérült, fogja a térdét. Ez a negyedik meccse Pankávának egyébként a magyar élvonalban. Rajkomár szépen tolja el Gyorgyevics mellett. Rajkomár! Elmegy keresztbe! Az eddigi legjobb megoldás a hollandnak ezen a meccsen. Gyorgyevics nagyon-nagyon nehézkes, nem volt nehéz megkerülni. És Alex Szidze és Pantkava. Jó lefejelt labda, ott az újabb helyzet, mellé megy! Illésnek, ha ez balra jön, akkor szerintem gól, de ezt most jobban kellett lőnie. Hatalmas helyzet. Stevanovics is lemondóan nézte, merre gurul a labda.